Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai keddesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Asztalos mesterből ágyúöntő, Gábor Áron mítosza. Algyő mindent megtesz az energiahatékonyság érdekében. Népes nemzetközi mezőny versenyzett a makói autócross pályán. Egy újabb perspektívából vehették szemügyre az érdeklődők a Lészen ágyú, Gábor Áron és a Székely hősiesség című kiállítást a múzeumban pénteken. Ezúttal dr. Süli Attila őrnagy történész tartott tárlatvezetést, és osztotta meg a témához kapcsolódó legfrissebb kutatási adatait. A tárlat még ezen a héten látogatható. Június 25-én a Múzeumok Éjszakája országos programsorozat részeként nyílt meg Makón az a kiállítás, melynek keretében az ikonikus rézágyút és az 1848-49-es szabadságharc erekéit vehetik szemügyre a látogatók. A tárlaton az egyetlen megmaradt Gábor Áron féle ágyú mellett honvéd katonatisztek fegyverei és egyenruháik részletei, zászlók és olyan használati tárgyak kaptak helyet, amelyek közelebb hozzák hozzánk a szabadságharc és az azt követő megtorlás időszakát. Azonban minden történetnek van egy mítosz és egy valóság része. A kutatók sok mindent tudnak Gábor Áronról, ám azt, hogy az 1848-as háromszéki ágyűöntés résztvevőjeként asztalos mester szakmával a zsebében hogyan vált hőssé, még kutatják. Hogy ez pontosan mi volt, milyen felhatalmazás a legnagyobb jóindulatunk mellett sem tudjuk, nem azért, mert nem akarjuk, hanem azért, mert nincsenek források, de kétségtelen tény, hogy december végére már ő lennek a ágyöntési munkának a szervezője, vezetője, ő az, akit elfogad a Erdély, a székelység, illetve a magyarság is, és a későbbiek folyamán ugye ő mind a harctéren, mind pedig a hadipar szervezésében kiemelkedő szerepet játszott, ugye fogadja őt ugye Kossuth Lajos, és ugye őrnaggyá léptetik elő, illetve a székelyföldi tüzérség parancsnokává nevezik ki a székelyföldi hadüzemek vezetőjévé, és hát a harcmedőn 1849. július 2 és 3 között, Uzon és Kökös között érje halál, egy orosz ágyúgolyó találta őt el. A történész a malinók előtt haladva a legújabb szabadságharchoz köthető kutatások eredményeit is megosztotta. Mint mondta, Magyarország történelmének forrásai szét vannak szóródva, a tanulmányozásra való anyagok egy része határainkon túl található. Éppen ezért fontos, hogy minden alkalmat megragadjanak arra, hogy a hozzáférhető adatokról beszámoljanak. Erre pedig jó példa a Lészen ágyú kiállítás. Megítélésem szerint azért fontos, mert a magyarság emlékezetének egy nagyon fontos kultusznak, egy olyan kultuszt, ami ugye minden politikai rendszerben, még ha más-más eszmei ideológia tartalommal is, de mindig jelen volt, mindig elfogadott volt, és hát lényegében ez az a dolog az, ami magát a Gábor Áron történetet úgymond színessé, érdekessé teszi, és ebből a kultuszból, ebből a jelenségből az egy kis ízelítőt ad a tárlat. A tárlat szeptember 25-ig látható a József Attila város Múzeumban, majd hazaköltözik a Székely Nemzeti Múzeumba. A települést érintő számos beruházás során az algyői városvezetés mindig szem előtt tartotta, hogy minél energiahatékonyabb épületeket működtessen. Az önkormányzat alá tartozó intézmények javarészen napelemrendszerrel ellátott, míg a földgázt, ahol csak lehet, termálvízzel váltják ki. Molnár Áron polgármester elmondta, egyik épületük lezárásán sem gondolkodnak. Bár közvetlenül a háztartásokra keveset tudnak hatni, még 2016-ban indítottak egy első lakáshoz való jutás elnevezésű önkormányzati programot, aminek egyik alpontja volt a már meglévő házak felújítása. A kamatmentes 5 millió forintos kölcsönt nyilászárók cseréjére, hőszigetelésre és bármi nemű az energiahatékonyság növelését célzó felújításra költhették a pályázók. A programot sok miatt háttérbe szorult, illetve a pandémia okán már 2 éve nem tudják folytatni. Molnár Áron polgármester elmondta, számos költség hatékonysági programot dolgoztak ki, melyeket csaknem 200 millió forintot takarítottak meg az elmúlt 2 évben. Intézményeik javarészben vagy teljesen napelemes rendszerrel működnek, utóbbi esetben az energiaköltségeket nullára tudták redukálni. Törekedtünk arra, hogy egyrészt olyan energetikai szintet érjenek el ezek az épületek, ami nyilván 21. századi, és hát olyan anyagokat is használunk egyébként, ami meg a természet közeliséget is próbálja fokozni. Mi zömében fanyérzárókat használunk, közeggyapottal szigetelünk, mert úgy gondoljuk, hogy ezek természetközelibbek, mint a átlagban használt műanyag és egyéb más olyan dolgok, amiket hát nem biztos, hogy az egészségre is nem éppen a legbiztonságosabbak. Illetve hát most az új
bölcsödét építjük, szintén pályázati forrás felhasználásával és saját erőből, és ott is teljes mértékben ezeket a megújuló energiákat használjuk, és maga az épület energetikailag is ezt a célt próbálja meg elérni. Úgyhogy ezek tudatos folyamatok. Nyilván cserélünk izzókat, ilyen ledest, olyan ledest, próbálunk mindent megtenni, de ez nem mostani, tehát mi nem most kezdtük ezt a dolgot, ezért aztán azt mondom, hogy nem kell kapkodnunk, és most nem azon törjük a fejünket, hogy úristen, hol kezdjünk neki, ez tudatosan több éve már folyik nálunk. A város fő vonzereje a Borbála fürdő, ahol egy új termálkút bekötésén dolgoznak, mellyel a már meglévő mellett még hatékonyabban tudják csökkenteni költségeiket. A komplexumot és a medencéket is erről fűtik fel, illetve a szomszédságában található sportközpont és általános iskola is rákötésre került. Az oktatási intézményt egyébként a város építette, és egy komoly napelemrendszer telepítettek a tetejére, így várhatóan a tankerület költségei csökkenni fognak. A tervek között szerepel, hogy a fürdő is ilyen rendszert telepítenek majd, erre keresik a pályázati lehetőségeket, így a termálkút és a napelempark közös együttese hatékony működést biztosíthat. Semmelyik intézményünket nem fogjuk bezárni, lesznek olyan alintézmények, amiket eleve télen nem igazából használunk, nyilván azok most sem fognak kinyitni csak azért, mert hogy elmondhassuk, de összességében sem a fürdőt nem fogjuk bezárni, sőt, igazából megpróbálunk marketing vonalon olyan erősnek tartkozni, hogy talán inkább megpróbálunk még vendégszámot növelni. Ez inkább a terv, hogy minden nyitva lesz, minden működtetni fogunk. Én úgy gondolom, hogy olyan intézményeink vannak, és az amióta polgármester vagyok, mindenféleképpen ezt elmondhatom, hogy elmúlt 8 évben olyan fejlesztéseket csináltunk, amit ez a település fönn tud tartani. Továbbá kifejtette, a sportlétesítmények az egyesületek üzemeltetése alá tartoznak, melyek szintén működni tudnak, majd ide tartozik a műjégpálya is. A polgármester hozzáfűzte, minden évben osztanak szociális tűzifát állami támogatás nélkül, és olyan mennyiségű tüzelőanyagot tudtak felhalmozni az utóbbi 3 évben, ami előreláthatólag még több évig kielégíti az igényeket. Közel 46 millió forintot nyert Nagylak a helyi orvosi rendelő bővítésére, ugyanis eddig az ottani védőnői szolgálat nem tudott kényelmesen 21. századi körülmények között működni, tudtuk meg Kolozsvári Rozáliától. A polgármester elmondta, a beruházás már folyik, melynek keretében a régi épület egy részét is fel tudják újítani. Nagylak is a Magyar Falu program nyertes települései közé tartozik, több ilyen tendert is megvalósíthatott vagy megvalósíthat a község. Az egyik legnagyobb aktuális projekt az orvosi rendelő kibővítése mintegy 46 millió forintos támogatásból. A kivitelező májusban kezdte meg a fizikai munkát, elkészültek az alapozással, már a falak is állnak, ezekben a napokban pedig a betonkoszorú kiöntése zajlik. Kolozsvári Rozália polgármester beavatta stábunkat abba, hogy mi kap majd helyet az épülő új szárnyban és annak környezetében. Védőnői szolgálat kerül kialakításra egy védőnői szobával, lesz egy kis váróterem és egy mozgáskorlátozott mosdó, illetve egy mozgáskorlátozott parkoló is a bejárat mellett kialakításra kerül. A régi tetőhöz is hozzá fognak nyúlni, a régi tetőnél lesz egy tetőcsere, az elhasználódott pala, borítást, cserépborításra fogják cserélni, illetve a hozzáépítést is egy kicsit hozzá fogják igazítani, és egy lapos tetős megoldás kerül kialakításra. Mindezek mellett energetikai korszerűsítést is magában foglal a pályázat, napelemeket is felhelyeznek a tetőre. A polgármester televíziónknak elmondta, hogy hogyan született meg a faluban az igény az intézmény bővítésére. A védőnői szolgálat az épület másik oldalán helyezkedett el, és a gyógyszertár az pedig az orvosi rendelő keretein belül működött, ilyen fiúk gyógyszertárként az házi orvosok kezelték. És utána pedig ezt nem engedélyezhették, és azon kellett gondolkodni, hogy egy gyógyszertár, egy fiúk gyógyszertár működhessen, amelyet a gyógyszertárak működtetnek, és a gyógyszertár így átköltözött a védőnői szobába. És a védőnői szoba konkrétan alkalmatlan volt arra, hogy a kismamáknak egyéni tanácsadás folyjon, hiszen ott voltak a gyógyszerek, néha együtt is dolgoztak a gyógyszertáros, illetve a védőnő, és ezért gondoltuk, hogy a védőnőnek is egy 21. századi tanácsadót tudjunk biztosítani és munkakörülményeket.
Hozzátette, a zöld környezet rendbetétele nincs benne a pályázatban, viszont ez mindenképpen terve az önkormányzatnak, így ezt önerőből valósítják majd meg. A beruházás kivitelezési határideje 2023. augusztusa, de valószínűleg ennél hamarabb végeznek a munkákkal. Mint megtudtuk, az orvosi ellátást eddig még nem kellett elköltöztetni az eredeti helyéről, de ha erre sor kerül, akkor valószínűleg a jelenleg működő gyógyszertár helyére teszik azt át, hogy maga a telephely ne változzon meg. Így a patikának kell majd egy megfelelő környezetet találni a jövőben. Az elmúlt 30 év során közel 25 ezer koraszülött újszülött baba életét mentette meg speciális mentőautójával a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány. A szervezet munkájáról telefonos interjú során számolt be részletesen dr. Pintér Gábor Sándor ügyvezető igazgató. 3 évtizede menti a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány Dél-Magyarország megyéjéből Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye Mezőtúr térségében az életveszélyben lévő újszülötteket, koraszülötteket. Az ügyvezető igazgatót arra kértük, mutassa be a szakmai gárdát. Nap 24 órájában 4 fős csapatot kell kiállítsunk. Ennek ugye a szakmai vezetője az természetesen a neonatológus szakorvos. Neonatológus alatt azt kell érteni, én nem biztos, hogy nyilván a közember számára is ismert ez a szakkifejezés, a koraszülöttekkel, újszülöttekkel foglalkozó gyermekgyógyász, nagyon magasan képzett gyermekgyógyász szakember. Ugyanígy a csapatnak a része a neonatológus szakápoló, és természetesen van gépkocsi vezetőnk és kocsikísérő ápolónk, ők szintén jártasak, tehát nem egy, bocsánat, hogy így fogozok, egy átlagos autóvezető, vagy egy átlagos hivatásos sofőr, hanem olyan, aki az ápolásban aktívan részt tud venni és segíteni tud. És hát így a 4 fős csapatot nekünk 24 órában kell biztosítani. Mint kiderült, éves szinten közel 1000 gyermeken segítenek, ami napi szinten 2-3 mentést jelent. A szolgálat mentőgépkocsija úgy működik, mint egy mozgó intenzív osztály. Az alapítvány leggyakoribb feladata, hogy a kisbetegeket minél hamarabb az őket ellátó regionális központok intenzív osztályára szállítsa, ahol a különböző betegségek azonnali ellátásához szükséges feltételek biztosítottak. Szintén nagyon gyakori feladat, amikor a klinikáról vagy valamelyik ilyen koraszülött, újszülött ellátó helyről valamilyen speciális vizsgálatra kell vinni ugyanezeket a gyermekeket, mondjuk egy CT-re, egy MR-re, vagy egy speciális szemvizsgálatra, mert egy csomó ilyen vizsgálat van, ami koraszülöttek esetében eléggé különleges, és nyilván másfajta hozzáállást, illetve ellátást kér. Szintén a mi feladatunk az, hogyha egy otthonszülés történik, vagy annak a lehetőség áll fenn, és ez az országos mentőszolgálatnak a tudomására jut, család bejelentése alapján, szomszédok bejelentése alapján, vagy akár már a leendő szülő bejelentése alapján, akkor természetesen bennünket is értesítenek, és megyünk, és próbáljuk természetesen azt a gyermeket is jó egészségben utána, vagy továbbadni másik kezelőosztálynak, intézetnek, vagy ha pedig annyira jó állapotban van, akkor nyilván a családnak. Továbbá szó esett arról is, hogy az országban a vidéki alapítványok közül a legnagyobb lefedettségi területtel rendelkeznek. A Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány munkáját bárki támogathatja a képernyőn látható számlaszámon, vagy az adójának 1%-ával. Dübörögtek a lóerők a makói versenypályán, ugyanis városunk határában rendezték meg a hétvégén az Alföld Kupa Amatőr Autocross, valamint az Országos Autocross Bajnokság 5. fordulóját. A szervezők és a versenyzők dolgát igencsak megnehezítette a csapadékos időjárás, ám mégis egy jó hangulatú és magas színvonalú sporteseményről tudunk beszámolni, amelyre a hazaiakon felül 6 másik országból is érkeztek pilóták. Duplázós futamot tartottak a hétvégén a Makó határában található autócross pályán. A technikai sportok szerelmesei igazi csemegét tudtak bezsákolni, hiszen az Alföld Kupa és az Országos Bajnokság soron következő fordulóit egy esemény keretein belül bonyolították le. Mihály Norbert, a Marosmenti Extrém Sport Egyesület elnöke stábunknak a szombati napon elmondta, hatalmas volt az érdeklődés a futamok iránt. A magyarokon kívül Olaszországból, Szerbiából, Szlovákiából, Ausztriából, Csehországból és Szlovéniából is érkeztek versenyzők. Ha jól emlékszem, akkor olyan 102-3 versenyautó, illetve versenyző van a mai, illetve a holnapi versenyünkön. Olyan 88 vagy 89 amatőr versenyző,
illetve 18 profi OB-ban induló versenyző. Borzasztó sok földmunkát fektettem bele a pályába. Nagyon sokat kellett faragni a pályán, nagyon sokat kellett tölteni a pályán, illetve hát az infrastruktúrát kellett úgy meg kialakítanom, hogy egy ilyen kétnapos rendezvényen akár tusolási lehetőségekkel, akár büfével, akár WC-kkel, és nem a hagyományos toj-toj WC-kkel, hanem sokkal higiénikusabb angol WC-kkel. A rengeteg munkának meg is lett az eredménye, hiszen az autóversenyzők kivétel nélkül pozitívan nyilatkoztak a pályáról. Elmondásuk szerint egy élmény volt rajta róni a köröket. A csongrádi Molnár Zsolt szakmájából kiindulva is közel áll az autókhoz, a versenyzésre pedig egyik barátja vette rá évekkel ezelőtt. Az első alkalom után pedig már nem volt megállás. A versenyző a járgányáról is ejtett néhány szót. Ez úgy van elkészítve, hogy biztonságtechnikai szempontból legfontosabb, hogy erős a bukócső benne, az a legfontosabb. Az ülésnek masszívnak kell lenni, és a biztonságérv az négy pontos biztonságérv és a széles fajta, úgyhogy bármikor, hogyha van egy borulás, mondjuk én már túl vagyok olyan, hogy hosszába kettőt pörögtem, és utána szépen kiszálltam belőle, úgyhogy itt ez a legfontosabb, hogy a biztonságnak megfeleljen. A többi az már egy kis külcsín, hogy legyen rajta egy kis spoiler, ami valójában csak dizájn, mert ez úgyis 130-140 fölött érne valamit, azt meg valójában nem mindig érjük el. Úgyhogy hát a gumikra még van egy kis hangsúly, hogy annak jónak kell lenni, hogy egy kicsit azért fogjon. Lux János Kiskunlacházáról érkezett, 25 éves tapasztalattal rendelkezik az autóépítésben és a versenyzésben. Makóra egy 2000 köbcentis Mitsubishi turbómotorral felszerelt összkerekes cross autóval érkezett. Stábunknak elmondta, családi hagyomány náluk az autósport, ami gyerekkorában őt is rebulejtette. Én azt gondolom, hogy a világ legszebb sportja, technikai sportok közül. Nagyon sok kihívás van benne, ugye mindig változik a pálya állapot, a időjárás is esetleg. Én azt gondolom, hogy mint akár egy gyereknek, akár egy felnőttnek ez egy nagyon jó sport, mind mentálisan, mind pedig fizikálisan nagyon, nagyon sok mindent kíván az embertől. Határokat feszegetjük nagyon sokszor. Mint minden más sportban, itt is azért fontos a fiataloknak minél hamarabb, hogy elkezdjék. Nagyon sok rutint tudnak összeszedni fiatalként. Elképzelhetetlen számunkra, egy felnőtt ember számára, hogy mennyivel másképp tudnak hozzáállni már a vezetés technikailag is, meg tudás is a sporthoz, ha időben kezdik. A makói pálya nem marad sokáig esemény nélkül, hiszen a tervek szerint október közepe vége felé újabb versenyt rendeznek majd itt. Annyit előjáróban megtudtunk, hogy a nyomvonalat illetően újdonságokkal is készülnek majd a szervezők. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Asztalos mesterből ágyúöntő, Gábor Áron mítosza. Algyő mindent megtesz az energiahatékonyság érdekében. Népes nemzetközi mezőny versenyzett a makói autócross pályán. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd a Hét Híre című hírháttér magazinunk következik. Később a Lábasház című építészeti magazint láthatják, majd a Geofolk, Ablak a világ viseleteire című műsort tekinthetik meg, végezetül pedig egy nyári zenepavilloni koncert pillanatait elevenítjük fel. Kedves nézőink, ez volt a szeptember 20-ai keddesti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!